Nem próbál közvetíteni a CEU és a magyar kormány között az unió oktatási biztosa. Navracsics Tibor az Euronews kérdésére azt mondta, korábban segítette a feleket, de most erre nincs szükség, mert kapcsolatban vannak egymással. Megismételte, uniós biztosként nincs hatásköre az ügyben. Ami a különleges kapcsolataimat illeti, ahogy ön fogalmazott, abban az időszakban, amikor nem volt közvetlen kapcsolat a CEU és a magyar kormány között, akkor közvetítettem, próbáltam közvetíteni. Most van direkt kapcsolat, vagyis nincs szerepem az ügyben. Természetesen megvan a személyes véleményem, de biztosként nem kommentálhatom ezt az ügyet, mondta Navracsics Tibor. Az osztrák kancellár a múlt hétvégén személyesen egyeztetett Soros Györggyel az egyetem költözéséről. Az Euronewsnak az osztrák oktatási miniszter Brüsszelben azt mondta, pénzügyi támogatást nem adhatnak a CEU-nak, de örülnének az egyetem költözésének. Világos, hogy a CEU fizetni fog a bérleményért, vagy az egyéb szükséges kiadásokért. Ausztriában tilos állami támogatást adni magánegyetemeknek, így ebben az esetben sem kaphatnak támogatást. Én személyesen üdvözölném, ha költözésre kerülne a sor, mert a CEU minőségileg kiemelkedő egyetem, és gazdagítaná Bécs oktatási életét, mondta az osztrák oktatási miniszter. Eine qualitativ hochstehende Universität ist und die Universitätslandschaft in Wien mit Sicherheit bereichern wird. Hétfőn egyébként Soros György is Brüsszelben tárgyalt Franz Timmermans uniós biztossal, aki a jogállamiság védelméért felel az Európai Unióban. Szervezetek fizetett aktivistáiról és magyarországi irodáiról.